estét kívánok, köszöntöm a paletta nézőit! A szerelemről és az esküvőről szólt a múlt hétvége a Turivárban. Az első alkalommal megrendezett esküvő kiállításon több mint 50 szolgáltató gondoskodott a színvonalas bemutatóról, a jó hangulatról. Fotósok, videósok, sminkesek, rendezvényszervezők, vőfélyek, ruhaszalonok, virágüzletek, dekoratőrök tarkították a színes forgatagot. A Párban a Turivárban elnevezésű rendezvényen izgalmas programok is várták a vendégeket. Menyasszonyi smink, frizura bemutató, zenés műsorok, tánctanítás és a vőfélyek és ceremónia mesterek humoros produkciója színesítette a felhozatalt. A program részeként került sor a jegyes versenyre, ahol fiatal párok versenytek az álomesküvőért. Tell me what's happening. I know something's wrong. I can tell when you lie. I can tell you stop trying. Két ember életének összefonódása nagy ünnep. Különlegességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nők kislánykoruk óta erről álmodnak. Erről az egy napról, aminek tökéletesnek, meghatározónak és emlékezetesnek kell lennie. Mivel a tökéletesség a részletekben lakozik, ezért rengeteg összetevőre oda kell figyelni egy esküvő szervezésekor. Az impozánsan felújított Turivár múlt hétvégén első alkalommal adott otthont annak az esküvő kiállításnak, amely a jegyes pároknak nyújtott segítséget, hogy megtaláljanak minden fontos partnert, akik az esküvő során számításba jöhetnek. A Párban a Turivárban elnevezésű program a Turivár Nonprofit Kft. És Jersei Diana ruhatervező közös együttműködésével jött létre. 2014. októberében megkeresett egy hölgy, Jersei Diana, akinek kipattant a fejéből, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, ami Várpalotán igazán még nagyszabású nem volt. És nyilván kapva kaptunk az ötleten, és mondtuk, hogy rendben, január 17-18-án egy nagyon nagy esküvői kiállításnak adjunk helyet itt Várpalotán a Turivárban. Arra törekedtünk, hogy a helyi vállalkozókat szólítsuk meg, de nyilván jöttek a környező településekről is, Balatonpartról is, 53 kiállítónk van, de ez egy közel negyedéves munkának az eredménye. Ezt a rendezvényt abszolút hagyományteremtő céllal szerveztük, és nagyon bízunk benne, hogy az évről évre egyre nagyobb lesz. Már a vár előtti téren kiállított jókora fehér Lincoln limuzin jelezte, hogy az exkluzív igényekre is felkészültek a szervezők, ám nem kellett csalódnia annak a látogatónak sem, aki egyszerű, családias, meghitt ceremóniát képzelt el a nagy napra. A szertartások és lakodalmak lebonyolítására a Turivár az idei évtől több helyszínt is biztosít a jegyes párok számára. A Turivárnak az udvara fog helyet biztosítani nekünk az esküvői szertartások lebonyolításához, illetve Palota évszázadai kamara vetítőterem, ahol középkori kínzóeszközök között, esetleg extrém körülmények között mondhatja ki a jegyes pár a boldogító igen. Illetve van egy nagyon szép kápolnánk, ahol pedig az egyházi szertartást is le tudják bonyolítani. Június 6-án már egy pár jön is hozzánk, és ők fogják tulajdonképpen felavatni a kápolnánkat. Itt a szervezést azt nagyjából egy két hete kezdtük. Terem kapcsán már érdeklődtünk több helyen is, illetve most kezdődik igazán a nagy üzem. Várpalotán tervezitek az esküvőtöket? Igen, lehetőség szerint itt a várban, hogyha erre abban az időben van lehetőség. Család méretéből adódóan, elsősorban a mennyasszony család méretéből adódóan elég sok emberre számítunk, nagyjából ilyen 100 főre. Ennyire részletekben még nem gondolkodunk, hogy vőfély vagy ceremóniamester lesz-e, ez még a továbbiaknak a kérdése. A kilátogatók a két nap alatt minden az esküvő és lakodalom szervezésével kapcsolatos kérdésükre választ kaptak. A hölgyek számos ruhaszalon kínálatából válogathattak, és fel is próbálhatták álmaik esküvői ruháját. Minden évben vannak trendek, amit megfigyelhetünk. Idén is a nosztalgikus stílus és a csipke vonal, valamint a csillogó, extravagáns a divat. A 2015-ös trendekről azt lehet tudni, hogy csipke-csipke hátán. Próbálják most visszahozni a 10 évvel ezelőtti divatot, hogy legyen csipke válla, csipke ujja, amit most nagyon kedvelnek a mennyasszonyok, hogy ez vissza fog jönni, bár még mindig nagyon szeretik a pán nélküli ruhákat, ezeket a fűzős, karcsosított modelleket.
A színben van-e változás, vagy természetesen a fehér az igazi? Igen, hagyományosan a fehér, az még mindig megy, de egyre jobban visszajönnek a színek. Mi szalonosok is jobban szeretjük, ha a színek földobják a ruhákat. Ha már egy kis ekrű ruhához egy kis púderszínű valami csipke, vagy pánt, vagy masni van, akkor már mindjárt mást mutat a ruha, és a nem minden mennyasszonyon áll jól a tiszta fehér, hófehér ruha, krémszínű, abban is van több irány, tehát abban is van több árnyalat. Mennyire konzervatívak a mai mennyasszonyok? Mennyire vesznek föl extrém ruhákat, extrém rövidet, extrém hosszút, extrém nagyot? Egyre jobban szeretik, hogyha nem a hagyományos, hanem valamivel kitűnni a többi közül a hagyományos habos-babos ruhát. Van, aki szereti, de egyre jobban előrövid, hátulhosszú, szexi, fölvágott, sliccelt, csellőfazon, bármelyik. Csak ne a hagyományos, de azért még az is megy. A kiegészítőkről mit lehet tudni, miket szoktak kérni a mennyasszonyok? Hagyományosan a fátyol az még mindig. Nagy rózsák, kalapok, visszajönnek ezek a cserszonos időszakból, ezek a pántok. Az esküvőnek nem csak a mennyasszonyi ruha a kelléke, hanem bizony vannak menyecske ruhák és koszoruslány ruhák is. Itt mi a trend? Itt is nagyon változó. Annyira egyediek az igények, hogy próbálunk ehhez igazodván. Elkészítjük a menyecske ruhát is, hogyha a mennyasszonynak az a kívánsága. Próbáltuk visszahozni a kalocsait, ami most megint nagyon divatos, a kalocsai hímzés. A magyaros fűzős az még mindig megy, a csárdásos, az a palotás ruha, azt is nagyon szeretik, de van, aki azt mondja, hogy abszolút nem akar ilyet, ezért kitaláljuk, hogy milyen legyen, megtervezzük és megvarjuk. Az is lehet előrövid, hátulhosszú, mini, bármilyen. Ahhoz, hogy minden tökéletes legyen azon a bizonyos napon, a legjobb szakemberekkel és időben el kell kezdeni a tervezést, a készülődést. Az átalakító show lehetőséget adott a mennyasszonyoknak, hogy még a nagy nap előtt kipróbálhassák magukat. A különféle sminkesek és hajszobrászok bemutatókon szemléltették munkájukat. Általában ez úgy szokott történni, hogy mindenki megálmod magának egy frizurát. Megnézi interneten, újságokban, mit tetszik neki, utána eljön hozzám, és akkor ketten összehozzuk a projektet. Elmondom, hogy ez a haj kivitelezhető az ő hajhosszához, arcformájához, stílusához, és akkor a kettőnk ötletéből fog kialakulni a frizura. Inkább a konty az, ami még trendi, vagy a kiengedett frizurák is divatosak? Én még százalékos arányban, 60%-ban általában a kontyra szavazok, általában azt szokták kérni a házasulandók, de egyre nagyobb teret hódít már a kiengedett haj. A laza hullámok, különböző díszítésekkel, fonásokkal, sodrásokkal, egyéb ilyen hajdíszítő elemekkel kombinálva. Elsősorban megmossuk a hajat, nyilván zsírtalanítjuk és a munkához készre készítjük el, és elkezdjük a formát kialakítani a feltűzéssel, hát a gyengébb haj esetén egyéb praktikák vannak, a tupírozás, akinek igazán gyenge haja van, lehet használni a hajcsavarást, bár ez már egyre ritka, és hajsütővassal, pufvassal és egyéb ilyen technikai eszközökkel alakítjuk ki a formát. De van, aki például az egyszerű klasszikus formát szereti, csak sima, kiegyenesített haj feltűzve. Göndör vagy egyenes? Én azt mondom, hogy göndör. Dóráné Poros Judit számos ötletet és sminktippet adott az esküvőjükre készülő hölgyeknek. Az alapozót úgy választom ki, hogy az álcsonton megnézem, hogy foltot hagy-e. Ha nem hagy foltot, akkor kiválasztottam a jó színt az arcához. Ütögető mozdulatokkal viszem le. Miután megtörtént az alapozás, lefixálok púderrel. Mindig fentről lefelé haladva púderezek. Hófehér a bőre. Nagyon igyekezem, hogy éppen, hogy csak minimális árnyékolást adjak. Egy keretet adok az arcnak. Szeretem a barack színeket egyébként, majdnem minden mennyasszonyhoz illik, vagy az ilyen rózsás árnyalatokat.
sejmes barackszínnel egy üde bőrt kölcsönöztem neki. Ezután pedig jön a szemhéjpúder alapozó. A szemhéjpúder alapozó lényege, hogy a utána felvitt szemhéjpúder sokkal élénkebb lesz, jobban megtapad és nem mászkál a szemfesték. Most pedig megfogom ezt a kis segédemet, ami a szem alá, a szempillantőbe kerül. Több ponton rögzíthető, de nagyon jó segédem, mert megakadályozza a szemfestéknek a leporlását. És ezáltal perceket nyerhetek. Felviszem az alapot. Kicsit ilyen ombrés jellege lesz, mindenhol más szín. A belső szemzug mindig világosabb, a külső pedig sötétebb. Szempillantőbe ék alakban meghúzom, picit itt elsatírozom. Most a vízvonalon húzom meg a szemceruzát alul, fölül is meg kell, ez egy kicsit kellemetlenebb rész. Szél mozdulatokkal felfelé befestem a pillákat. Szemöldök formázás, illetve színezés nagyon fontos. Ha éppen nem volt szemöldök festése. Kétségkívül az egyik legszebb, legemlékezetesebb esemény az ember életében az esküvő, amit legjobban egy profi fotós örökíthet meg. Nagyon fontos, hogy miközben a fényképek készülnek, a fotós és az esküvői pár között a bizalom legyen. Ugyanis, ha nincsen bizalom, akkor az meg is látszik a fényképeken. Ezért én mindig nagyon sok energiát és ügyet fektetek abba, hogy egy bizalmi viszonyt kialakítsak a leendő fotóalanyaimmal, és ennek általában meg is van az eredménye, mert nagyon tetszik mindenkinek. Hogyan épül fel egy ilyen fotózás? Mik a főbb lépések? Elsősorban egy beszélgetést kerítek ennek, egy másfél óra alatt eldöntjük, hogy természetesen a helyszíneket, az időpontokat, és hogy hát a jellemüket, hogy mert ezt szeretnénk belevinni a képekbe, legfőképpen a kreatív fotózásoknál. Ez egy 2-3 órás fényképezés, ami megelőzi magát a ceremóniát, és akkor ilyen kicsit szabadabb, kötetlenebb stílusban szoktam velük fényképezni, akkor van az, hogy utazgatunk, és olyan helyszíneket váltunk, ami az ő szívükhöz is közel áll. Utána pedig hát következik a polgári szertartás, majd a lakodalmi, és nyilván az esküvő a táncos része. Mi volt a legextrémebb helyszín, ahol fotóztál? A legextrémebb talán nem is a helyszín volt extrém, hanem maga az esküvőnek a jellege egy hippi esküvő volt. Mutatok is róla képet. Egy fiatal pár, régi ismerőseim, hát ők ebben a neveltetésben részesültek, és ez az ő stílusokhoz, ami legközelebb áll, gyakorlatilag a 60-as évek Woodstocki, az is volt a neve, hogy Woodstock fesztivál. Próbálták belevinni az esküvőbe, mindenki színes ruhákba volt, és teljesen ilyen szabad szellemben, korhű zenékkel ment hajnalig a hangulatozás, és nagyon jól éreztem magamat, és akkor meg is fogadtam, hogy ha nekem lesz esküvőm, akkor én ilyet szeretnék. Általában én jobban szeretem, amikor engem nem vesznek észre, ez a paparazzó stílusban fényképezést, ugyanis akkor jobban kívül az érzelem az arcukra, és teljesen életszerű képeket lehet elkapni, meg is mutatok például egyet, szintén abban a hippie esküvőn történt, amikor elkapták a mennyasszonyt a tánc közben, és végigpörgették, és így szabályosan lüktet, meg átjön az egésznek a hangulata. Illetve vannak olyanok, amiket szintén nagyon szeretek, mert esztétikailag sokkal jobban néznek ki, amikor mindenki a leggyönyörűbb arcát mutatja, és abszolút nem a technika számít, hanem a megfelelő perspektíva, amit nem szabad szégyelni, hogy kinek milyen a látásmódja, mert ez adja meg az egyediségét.
fontos kellékei egy kiállításnak a műsoradó zenekarok, előadó művészek is, akik nélkül nincsen esküvő, lakodalom. Így a színpadon folyamatosan egymást váltották a jobbnál jobb hangulatfelelősök, akikkel a műsort követően akár már le is szerződhettek a házasulandók. Tulajdonképpen mi az első perctől az utolsóig megszervezzük a házasságkötést, sőt a lakodalmat is, és minden egyéb részletet, ha azt valaki kéri. Tehát amikor bejelentkeztek az anyakönyvi hivatalba, akkor átsétálnak hozzánk a családi ünnepség szervező irodába, és ott mindenki kiválasztatja, hogy milyennek szeretné az ő esküvőjét, milyen zenét kér, verset, műsort, virágot szeretne, pezsgőt szeretne, tehát ezeket szoktuk megbeszélni. Mindenkinek van egy tévedése, jaj, de hogy te légy. Vigyázz, hogy szerelmes álmai, ne tépjes semmi szép. Vannak gyönyörű szép műsoraink, irodalmi, zenei jellegűek, élő zenével vagy gépi zenével összekombinálva csodálatos versek. Azon kívül egyedi műsorokat is tudunk összeállítani. Ha valaki azt mondja, hogy ezt meg ezt a verset szeretném belefoglalni egy műsorba, akkor természetesen ezt is megcsináljuk. Az esküvői DJ az nem egy új keletű dolog, már körülbelül 10-15 éve jelennek meg DJ-k az esküvőkön. Egyik legnagyobb előnye az, hogy ugye jó minőségben eredeti előadókkal tud zenét lejátszani. Lehetőség van különböző stílusokat lejátszani, a pároknak előre megmondani azokat a zenéket, amelyeket szeretnének az esküvőkön, vagy pedig esetleg azokat, amelyeket nem szeretnének. Egy DJ a vacsora alatt sem pihen, a zene akkor is folyamatosan megy, de viszont a vendégekkel együtt tud vacsorázni, így nincsen megakadás a zenében. Az ifjú pár eldöntheti, hogy milyen stílusú zenét akar esetleg a vacsora alatt, és ugye a nyitó tánc, ami a következő lépés, ugye a párok most már készülnek különböző nyitó táncokkal, ami keringő, vagy pedig egy viccesebb tánc, ugye ezt is minden gond nélkül az esküvői DJ le tudja játszani, lehet teljesen nyugodtan akár mai modernkori zenéket, vagy akár rockot, rock and rollt és egyéb pörgősebb zenéket játszani az ifjú párnak, és ezzel is fokozva az estét, és még tovább tartani a bulit. Ugye az esküvői DJ-nek még előnye az, hogy különböző technikai dolgokra külön oda tud figyelni, ugye a fényekre, tehát miután az ifjú pár elmondta az igényeit, hogy milyen zenéket akarnak, ő igazíthatja hozzá a fényeket, a fények mozgását, akár különleges effekteket is használhat, mint mondjuk a füstkép, vagy pedig a buborékép, stroboszkópot, vagy pedig tükörgömbbel hozhatja elő azokat az érzéseket, amelyeket régen átéltek a 80-as, 90-es években a diszkókban, ugye az idősebbek. Egyre több esküvőn kérik a diavetítést, vagy pedig a slideshow vetítést. Ezt mi tudjuk vállalni, ugye projektorral rendesen kihangosítva. Nincs az a probléma, hogy a projektor nem tud elég hangosan hangot adni, hogy 100 fő meg tudja hallgatni. Tehát nem csak a zenével tud hangulatot teremteni, hanem magával, a különböző technikai lehetőségekkel is. Nézzük is meg, hogy mit jelent az, hogy átmenet a vőfély és a ceremóniamester között. Én azt mondom, hogy mindenki a saját ízlésének, szájaízének megfelelően válassza ki azt a hozzáértő szakembert, akit azért hív meg, hogy levegye a terhet a válláról a lakodalom napján, ne a párnak, a szülőknek vagy a segítő barátoknak kelljen azzal foglalkozni, ami egyébként a ceremóniamester vagy vőfény feladata.
A kedvencem az magának a lakodalmi napnak az összeszervezése, mert olyanná tudom tenni az ifjú párnak a nagy napját, amilyenre ő szeretné. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem én vagyok a főszereplő, én egy mellékszereplő vagyok, akinek az a feladata, hogy szebbé tegye azt a napot. Én megpróbálok mindig úgy hozzáállni a párokhoz, hogy legyen az, amit ti szeretnétek, legyen olyan, hogy úgy emlékezzetek rá vissza, hogy tényleg ezért érdemes volt ezért a napért élni. Szeretném megkérni azokat a nőket és férfiakat, akik párossal jöttek, hogy az ifjú pár tiszteletére és jelen pillanatban Ricsi és Szigi vőfény tiszteletére váltsanak csókot. Figyelem, 1, 2, 3, hapássuk azt a csókot! A játék téma az nagyon kényes kérdés. Egy jó vőfély kell, hogy rendelkezzen némi pedagógiai érzékkel, és lássa azt az egész nap folyamán, hogy mire van szüksége a vendégnek. Nem lehet erőszakosnak lenni, és ami a legfontosabb, senkit nem lehet kellemetlen szituációba hozni, megalázni. Sokszor hallok olyan történeteket, hogy megalázó feladatokat csináltak, és ezért sem szeretne vőfét vagy ceremóniamestert, inkább megkér egy barátot. De egy jó vőfély, de akár egy jó ceremóniamester is meg tudja találni azt az utat, hogy jó legyen az a dolog, ne legyen unalmas, mozgalmas legyen. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. All along I believed I would find you. Time has brought time to me. I would find you for a thousand. Elsősorban az ifjú pároknak szerettünk volna kedvezni a műsor összeválogatásánál, így bevonuló zenékre és a gratulációk zenéjére összpontosítottunk elsősorban. Mindig odafigyelünk arra, hogy az adott pár igényeihez igazodva állítsuk össze a repertoárt, így mi rugalmasan kezeljük ezt. A pár óhajának próbálunk eleget tenni minden esetben. Így, hogyha kapunk egy kottát, illetve ha valami hanganyagot, akkor minden esetben fel tudunk ebből készülni. Mivel esküvő kiállításon vagyunk, ezért fontosnak tartottuk mi is egy kicsit promotálni magunkat. Így a leghíresebb nótainkkal készültünk. Elhangzott az Alkonya című film egyik betétdala kettőnk előadásában, illetve az Óz című film egyik világhírű betétdala, a Somewhere Over the Rainbow. Számos növendéke kimagasló eredményeket ér el, így hogyha kizárólag hangszeres zenére van szükség, akkor minden esetben tudunk megfelelő embert találni ezekhez a műsorokhoz. Jó magam énekesként végeztem a Richter Jenő Zeneművészeti Szakközépiskolában. Elsősorban klasszikus éneket szeretjük Irénnel, de fogékonyak vagyunk mindenféle újra, ezért a könnyű zene világába is szeretünk elkalandozni. Say the nighty night and kiss me. Just hold me time and tell you you miss me. Why I'm alone as blue as can be. Dream a little dream on me. Stars fade but I linger on dear. Just sing your kiss. I'm longing to linger till dawn dear. Just say.
A rendezvényen városunk éttermei széles választékkal szolgáltak a lakodalmi menü összeállításához. Az idei évben is ugyanúgy a hagyományos menüsor is terítéken van, de egyre inkább az újfajta trendi menüsorok fele is megnőtt az igény. A hagyományos menüsorunk ugye az újházi tyúk, húsleves, a sültes tálak, éjfélkor a marhagulyás és a székelykáposzta, vagy a hideg tálak. Szőlős dió, sajtsaláta, füstölt sajt, mozzarella, trapista sajt van benne. A kubai salátában zöld borsó, ananász és gépsonka. A magyar lakosság már egyre inkább arra fekteti a hangsúlyt, hogy minél egészségesebb étrend alapján táplálkozzanak és fogyasztanak, úgyhogy a fogyasztó vendégek is már inkább ebbe az irányba az egészséges menüsorokat veszik előbbre. A halfilék, fogasfilé, a lazacfilé az, ami most nagyon, nagyon tetszik a pároknak, vagy esetleg a libamájjal töltött húsok, még ez is nagyon kedvező. A kiállítók nagy száma azt mutatja, hogy hosszú évek után újra fellendülőben van az esküvői szakma. Idén is sok pár szeretne egybekelni, a kiállítás részeként meghirdetett versenyen 10 jegyes pár mérte össze tudását egy álomesküvőért, amelynek különböző elemeit a kiállítók ajánlották fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, a másik jobban, mi? Tovább, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, egy kérdés, a jobb ballal vagy az előre hátrával van a probléma? Nagy Ricsi vezényletével egy nyitótánc betanítását követően a pároknak be kellett mutatni a tanultakat. A legjobbak a közönségtől piros pontot kaptak. Volt még csókverseny és kemény tesztfeladatok is. Egy-két kérdés, izzasztó. Nem nehéz. Bármint, hogy ahogy végigkérdezgettünk mindenkit, és így nem. Így azért könnyű. Így tudjuk a dolgokat. Abszolút az esküvővel kapcsolatosak? Igen. Igen. Mindegyik. Hagyományok esküvő teljes mértékben. A Fárban, a Tuli Várban esküvő kiállítás jeles versenyének a győztesei. Hölgyeim és uraim! Az izgalmas játék után a megható pillanatok következtek, amikor is kiderült, hogy a 10 jegyes pár közül kinyerte el az álomesküvőt. Hölgyeim és uraim! A Tuli Vár várkapitánya 2015. januárjában Dénes vőlegény és a királylány, a királykisasszony, Andrea mennyasszony, még egy nagy tapsot nekik. A szervezők végül két fődíjat osztottak ki. Az álomesküvőt Gerák Andrea és Albu Dénes, valamint Mészáros Nikolett és Németh Roland nyerték. Nagyon jól éreztük magunkat. Fárasztó volt, megmondom az őszintét, azért ez a két nap, de mindenhol azért próbáltunk igyekezni, leülni, beszélgetni szolgáltatásokkal, kapcsolatban és egyéb dolgokkal, ami tényleg fontos egy esküvő megszervezésében és lebonyolításában, és kellő információkat kaptunk hozzá. Hát nagyon izgultunk. Próbáltunk mindenhol mindenféle információt beszerezni, ami ugye kellett ahhoz, hogy nyerni tudjunk, de nem. Tehát az utolsó pillanatban nem tudtuk, hogy most megvan vagy nincs, annyira izgultunk. Hogy így, igen. Még most is felfoghatunk. Nem nagyon tudjuk még felfogni, hogy akkor nyertünk, és akkor a miénk ez a nagyon sok nyeremény tényleg, tehát hogy így, nagyon köszönjük durva. A rengeteg felajánlás, meg mindent. Hú. Mikor lesz az esküvő? Szeptember végére tervezzük, még nincsen pontos időpontunk. A hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényen a kiállítók igyekeztek minden segítséget megadni ahhoz, hogy az ifjú párok nagy napja minden szempontból tökéletes legyen. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Palotai Paletta. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!